Na, hát most itt a városon kívül vagyok, körülbelül egy olyan hát 3-3 és fél kilométerrel. És itt van egy ilyen kiöblösödő rész, ezt a csatornahajóknak ezt azért készítették valamikor, az ilyen kiöblösödő részeket, hogy itt ki tudnak húzamosabb ideig, illetve amikor két ilyen hát közel 15 méter hosszúságú ilyen csatornahajó itt közlekedik. Egy kicsit, tehát azért ilyen keskeny vízen nehéz kerülgetnék egymást, és ezek a pontokon itt ezek ilyen kerülő pihenők, tehát itt ki tudják egymást kerülni. Most itt van beállva éppen, azt hiszem, igen, látszik. Tehát ő nekik a úgymond ilyen tisztító kotróhajójuk. Hát nem tudom, hogy vissza tudom-e adni a kamerán keresztül. Látszik-e, de még mozgásban van a víz. Erősen. Mert szerintem hát nem is tudom. Valószínűleg, hogy már vagy 20 perce, fél órája kiköthetett. Hát ott látok. Ott látok pár sás csomót kidobva, meg még a gépen egy keveset. De végig, ahogy jöttem itt menet közben, ilyen úszó csomókból nem ekkorák, hanem a hajó, maga a hajó méretűek. Itt libegőztek föl alá, össze-vissza. Tehát nem tudom, hogy egyszerűen mit csinálnak ezek. De szóval ilyen trehány munkáért otthon nem, hogy fizetést nem adnának, hanem még. Na mindegy. Szóval továbbra is elég ilyen nagy úszó hínármezők, meg úszadékcsomó, stb. Van a vízen. Víz jól fölkavarva, hát szerintem ez a szokásos napi hajótúráján kívül semmi más nem csinált itt a végén. Azt a három szál gazt, ami fölakadt, azt kihajította a gépről, aztán ennyi. Szóval erről a kotrásról csak ennyit. Meg az itteni munkastílusról.